Boldogság, első rész. Minden egy autóbalesettel kezdődött. Ketten ültünk egy kocsiban, és valahogy letértünk az útról. Én vezettem, ő pedig csak mosolygott, miközben próbáltam poénkodni valami komolyabb témával kapcsolatban. A részlek homályosak, csak arra emlékszem, hogy repülök kifelé a szélvédőn keresztül, és elterülök a saras talajon. Nem tudtam vele mi történt, de repülés közben is rágondoltam. Nem pedig arra, hogy velem mi fog történni. Mintha az idő lelassult volna arra a pár pillanatra, annyi minden átsuhant az agyamon. Hosszú perceknek tűnt. Aztán elsötétült minden. Illetve a mai napig sötét minden. Kómába estem, ő pedig hosszadalmas lábadozás után felépült és folytatta az életét. Eleinte gyakran meglátogatott, de ahogy teltek az évek, kezdett elmaradozni. Majd pedig egyszer csak nem jelent meg többi az ágyam mellett. Sokat nézegettem magamat felülről, ahogy élettelenül fekszem az ágyban. Az életeim stabilak, ám gyengék voltak mindig. Rengeteg könnycsepet láttam végiggördülni családtagok, barátok arcán, mégiscsak rá tudtam gondolni. Sokkal több időm volt így, emiatt minden háromszor, négyszer olyan hosszúnak tűnt. Az évek, mintha évtizedekké nőttek volna. Fogalmam sincs, mennyi idő telt el, az is lehet, hogy csak hónapok. De nekem legalább 100 évnek tűnt. Lehet annyi is volt, lehet ebben a formában az idő másképp telik, nem tudom. Végül erősebb lettem, már el tudtam hagyni a szobát, és a kórházi folyosót jártam. Néha kicsit bezavarva a kamerákat, monitorokat. Idővel meglöktem pár tollat, egeret, papírhalmot. Később embereket is. Tesztelgettem magam, hogy mire vagyok képes. Sok időnek kell eltelni ahhoz, amikor már nem kellett visszatérnem a testemhez. Előtte mindig visszajártam, mert úgy éreztem teljesen elhagy az a fajta szellemi erő, vagy minek nevezzem. Mindig fel kellett töltődnöm a test közelségével. Igen, test. Nem neveztem már ekkor testemnek, csak egy testnek. Energiaforrásnak, a fene tudja minek. Emlékszem, mikor végig simítottam kezemet saját arcomon, és éreztem a hűvös érintést, pedig nem rendelkeztem testtel ebben a formában. Le voltam láncolva, és nem lettem szabad. Rég feladtam már, hogy visszatérjek oda, és újabb éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy végre-végleg lekapcsoljanak a gépről, és szabad lehessek. Addigra voltam annyira erős, hogy nem volt többé szükségem energiaforrásra. Ki tudtam járni a környezetemből őket. Gépekből, de magából a természetből is akár. Az ember azt hinné, hogy a halál után okosabb lesz. Legalábbis azzal kapcsolatban, hogy mi értelme volt az életnek, vagy hogy van bármiféle válasz a kérdéseinkre. Tudjátok, hogy mire gondolok. De el kell keserítsélek titeket. Nincs ideát semmi. Találkoztam már másokkal is. A legtöbbje belebolondult, elment valahol kísérteni, egy ilyen elhajtott házba. Ők gyengék. Nagyon kevesen képesek tárgyakat mozgatni, vagy akár még többre is. Én rengeteg időt és erőt kaptam, mert évekig testemhez láncolva kellett élnem. Élnem. Vicces kifejezés, de lényegében élek, még ha meg is haltam. Halál után élet? Nem nevezném annak. A lélek él, a test egy gödörben végzi. De attól még élek. Végső búcsút vettem szeretteimtől, rokonaimtól. Soha többé nem látom ezek után őket. El kellett engedni ezt a részét az idézőjeles életemnek. Nekik is kell majd tenniük, idővel talán sikerület is, nem tudom. Erősek, bírni fogják, mint mindenki más bírja ilyen esetekben. Nincs más választásunk, nem de? Azt hittem, nincs szükség energiaforrásra, erőforrásra, de igazából ez is csak ideiglenes megoldásnak bizonyult. Tévedtem,
voltam annyira erőteljes, hogy néha állatok teste felett vegyem át az irányítást. Csak amíg meg nem erősödöm újra. Én alkalmi test. Szellemként kétféle aksi működik bennünk, úgymond. Az egyik az alapvető, amit én csak lélekaksinak neveztem el, a másik pedig az, aminek segítségére be tudunk avatkozni az emberiségbe. Az utóbbihoz erőt, mint említettem, szinte bármiből nyerhetünk. Gépek lecsapolásából, emberek közelségéből, a nap melegéből, tényleg szinte bármiből. A másikhoz testre van szükség. Halálom után elhatároztam, hogy felkeresem őt. A lányt, aki ott ült mellettem a kocsiban. Szerettem őt már jóval azelőtt, és még mindig így van. Persze tisztában vagyok a helyzetemmel, de úgy érzem, ha már itt kellett ragadnom, ebben a formában, akkor szeretnék a közelében tevékenykedni. Az út maga nem volt hosszú, és az aksim is sokáig bírta. Csak kétszer kellett megállnom 2 hónapos utazásom alatt. Igazából azért haladtam lassan, mert erről az oldalról ez a világ, a ti világotok másképp fest. Eltévedtem, na, kimondom. És persze sokszor megálltam, és csak néztem az embereket, állatokat, naplementét, napfelkeltét, sötétséget, a csillagokat. Ó, a csillagok. Innen tényleg számottevően szebbek. Mindenképpen nézegessétek majd, ha esetleg ide kerülnétek. Csodálatos. Na és nem tűntek olyan távolinak és megfoghatatlannak. Biztos vagyok benne, hogy bármikor elérhettem volna őket, ha akarom. Ha van elég időm, meg is tettem volna. De nem volt évmilliónyi időm, hogy felfedezzem az űr végtelenjét. Utólag kiszámoltam, a baleset óta 2 év telt el. 2 év, ami nekem legalább 20-nak tűnt. Tudtam, hogy nem volt olyan sok, de még így is minimum 5-nek satszoltam. Első feltöltődésem egy szarvas testének megszállásával kezdődött, majd 2 nap múlva egy gyors meneküléssel zárult. Nagyon rossz voltam szarvasnak, és csak centik választottak el attól, hogy ne halljak úgymond természetes halált a testében valami vadállat által. Féltem, ha úgy halok meg, akkor egyenes út vezethet a tényleges túlvilágra, aminek a létét bár tagadtam, valahogy nem mertem mégsem kockázatot vállalni ezzel kapcsolatban. A második testnél egyszerűbb, legalábbis az ötlet megfogalmazódásakor még úgy hittem, hogy egyszerűbb, és jobb döntés hoztam. Egy madár. Így haladhattam is legalább gyorsan, miközben feltöltődöm. Nem volt egyszerű elfogalni azt a testet. A szarvasét sem volt persze egyszerű, de ennél jóval a könnyebben ment. Tudjátok, az állatok megérzik a szellemi jelenlétet. Megérezték az enyémet is. Mindenféle jelentétet megéreznek, ami a másik síkon történik. És ha túl közel megy hozzá a lélek, akkor hajlamosak elrohanni, elvágtázni. A lényeg, hogy olyan gyorsan eltűnni onnan, amire csak tudnak. Madár pedig szárnyak révén. Ugye nem kell részleteznem. Emlékszem még a napra, mikor elértem a házat. Megláttam, ahol a lány lakott. Egy emeletes kis kertes ház volt az erdő szélén. A környéknek olyan érzete volt, mintha a semmi közepén lett volna, de igazából elég közel volt több nagyváros is, sőt, még néhány kisebb is. 10 percnyi repüléssel megbírtam tenni a távot 2 város között. Mármint madárformában persze, lélekformában 1/2 órát is igénybe vett. Mondjuk, hogy olyan tempóban lehetett így haladni, mint egy hosszú távfutó. Egy faágra szálltam rá, amiről majdnem lebukfenceztem. Eleinte többször is megtörtént ez, elég nehéz hozzászokni a madár léthez. Ja, és mielőtt felmerülne bennetek, hogy miért nem maradtam meg egy testben, szeretném hangsúlyozni, hogy pár napnál tovább semmilyen lény nem tűrt meg a testében. Háttérbe szorítottam őket, ameddig tudtam, de idővel testük ismeretével könnyedén kitaszítottak belőle. Szóval kilöktek, lényegében. Az pedig felettébb kellemetlen érzés, szóval 2 napnál tovább nem maradtam egy testben.
Na meg persze sokkal jobb érzés volt lélekként repkedni, legalábbis mikor erőmtejébe voltam. Hogyha mindig erőmtejébe lettem volna, soha nem választom azt, hogy mások testét megszálljam. Valahogy nem illett a kép hozzám. Fennültem az ágon, majd kijöptem a testből, és elindultam a ház felé. Ahogy közeledtem, mosolyra görbült nem létező szám, és szinte elröntött a boldogság, hiszen újra láthattam őt. Nem teljesen az a látvány fogadott, amire számítottam, de láthattam őt. Újra láthattam. Ha lett volna testem, akkor arcomon végig gördült volna pár könycsepp, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy elsírtam volna magam. Nem létező könnyeim záporoztak, miközben közelítettem felé. Ő ott feküdt kint a kertben, egy pathintán, ami lassan libegett jobbra, balra. Feje alatt egy kis rózsaszín párna volt, kezében egy kemény kötésű és vaskos könyv, és a hinta mellett egy fémkeretes tolószék.